Jó estét kívánok, kedves nézőink! Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek, Angéla! Én szeretettel köszöntelek, és a tévénézőket is! Elérkeztünk az utolsó fejezet negyedik részéhez, Csaba testvér az imáról, az imádságról is, az ahhoz használt eszközökről beszél a mai videóban. Nézzük meg együtt! Az ember eldönti, hogy imádkozni akar. Emeljük lelkünket az Istenhez. Persze ez könnyű mondani, de a világ zűrzavarába, forgatagába eltévedt ember hol keresse az Istent? Lelkiélet mesterei ezért különféle mankókat adnak a kezünkbe. Itt állunk Szászvároson a szép szeretet anyjának, Máriának a szobra előtt. Kezembe itt van egy rózsafűzér, megboldogult. Antal atya használta ezt is, neki több is volt. Gyakran kapott egyszerű mankó. Maga a zsolozsma, egy mankó. Ezek mind-mind segítenek bennünket abba, hogy mondjam, Istenhez emeljük lelkünket. Nem a rózsafűzér a cél, nem is a szobrok, nem is a könyvek, de ez mind együtt segíthet bennünket abba, hogy könnyebben Istenhez emeljük a lelkünket. Egy jó lelki olvasmány, Nagy Szent Teréznek egy szép gondolata, vagy Szent Ferenc atyánknak a naphimnusza, Loyalai Szent Ignáznak a elmélkedései mind-mind segíthetnek bennünket, de ezek nem cél, hanem eszköz. A cél az az Isten. A cél az Teremtőnk, aki itt és most is, ő az örök jelenben él, és ugyanúgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt megszólította Andrást, Jánost, gyertek, nézzétek meg, hol lakok, ők elkísérték, hosszú kilométreken keresztül mentek Názáretbe, ahol Mária nekik vacsorát adott, ahol együtt vacsoráztak, ahol megbeszélték ott az asztal mellett, amit József faragott, az élet mindennapi gondját, baját, a szeretet parancsának a lényegét, hogy lehetne elkezdeni az evangéliumot hirdetni, hogy lehetne ezt a világot jobbá, szebbé, tisztábbá tenni. Igen, egészen biztos minket is Isten szeretne megszólítani. És azért mindenkinek ajánlom, vegye a kezébe a rózsafűzér elmélkedését, szépen kezzel, és az Úr, mikor jónak látja, bekapcsolódik, és szíved csendjében meghallod az ő szavát, hívását. Térjél le, szűzágy a szobra előtt, persze tudom én, hogy fából van, de jelkép. Mankó, segít, lelkemet Teremtő Istenemhez emeljem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön, örökké. Amen. És hát azt mondja Csaba testvér, hogy a rózsafűzér, a zsolozsma, a lelki olvasmányok, a szentek elmélkedései nem cél, hanem eszköz, mindannyi eszköz, ami ahhoz használ nekünk, hogy tudjunk megtanulni imádkozni, és hogy hát imádkozzunk. Mit gondolsz erről? Igen, mert azt mondja, hogy na, oké, imádkozom. Na, de hogyan? Az hogyan kell? És ezért a Jóisten az egyházon keresztül adott nekünk számos eszközt, ami segít. Tehát ilyen eszköz, most kicsit távolabbról, amikor valakinek az imáját elmondjuk, vagy egy fohászát elmondjuk. Nagyon szeretem például Szent Ignátnak az imáját, amit sokan ismernek, hogy fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen, és hogy mindent átadok, csak a szeretet maradjon nekem. Vagy igazából Avillai Nagy Szent Teréznek a gondolata szintén nagyon fontos, hogy Isten egyedül elég. És
Flüi Szent Miklósnak is szoktuk mondani az imáját, hogy átadok neked mindent, csak te maradj meg nekem. Igazából jók ezek az imák, de nem csak ezek az imák vannak, hanem az egyháznak a hivatalos imája a zsolozsma, vagy éppen, amit kiemelt, nagyon sokan szeretik a rózsafűzét, és most fogtam, és felraktam a karomra az egyik rózsafűzéremet a sok közül. És azt mondtad, hogy vannak nagyon érdekes történeteid a járvány ideje alatt a rózsafűzérrel. Igen, meg veszélyhelyzetben emlékszem, hogy amikor a Dunán olyan magas volt a vízállás, hogy attól féltünk, hogy a Margit szigetet el fogja sodorni, akkor bennem volt egy ilyen gondolat, hogy álljunk ki a Margit szigetre. Álljunk ki a Margit hídra, aki csak gondolja, és ott imádkozzuk a rózsafűzért. És meghirdettem, és jó páran összegyűltünk rózsafűzérre, és ott imádkoztunk. Aznap tetőzött a Duna, és nem borította el a víz a Margit szigetet. Volt egy másik, amikor a 2015-ben nagyon sokan jöttek migránsok Magyarországra, és megszállták a pályaudvarokat. Kimentem a keletibe, kimentem a nyugatiba. Volt, amikor próbálkoztam segíteni, kommunikálni, és az egyik legfontosabb dolgot abban láttam, hogy elkezdtem rózsafűzért imádkozni. És hát nagyon fontos, hogy rajta van a kereszt. És hát ezt meg látták rajtam. Egyértelmű volt, és emlékszem egy helyzetre, amikor ott volt a kezemben a kereszttel együtt, és hogy összeakadt a szemem egy férfivel, hogy nagyon keményen nézett, és én is együttérzően néztem erre a helyzetre, és akkor, amikor ránéztem, és úgy kicsit rámosolyodtam, akkor ő is el tudott mosolyodni. Hát nyilván azért ő olyan helyről is jöhetett, ahol keresztény üldözés zajlik. Köztük nem nagyon találkoztam keresztényel, azért is volt nálam rózsafűzért, hát ha valakivel összeakadok, akinek felcsillan erre a szeme, de az nem történt meg. És most, amikor a koronavírus helyzete van, és olyan tehetetlennek is érezzük sokszor magunkat, bár az imádság, az óriási erő, és mindenki, a pápa, a bíboros, az összes közösségvezető, és mindenki, aki komolyan veszi a hitét, azt mondja, hogy imádkozni kell, akkor nem észre azt teszem, hogy időnként tehát ki kell menni a lakásból, akár boltba, akár hova elmenni, akkor törekszem a rózsafűzérben együtt menni, és ahogy imádkozom, tehát a kezemben van, óhatatlanul ez úgy lóbálózik, és azt, akik látják, azt tehát szembe jönnek velem, és látják, a kutyás sétáltatókból rengeteg van, látják, hogy én imádkozom. Egyfajta tanúságtétel, úgyhogy én megtettem, hogy az én háztömbömet, meg több más háztömböt a környéken, körbe-körbe imádkoztam, hogy Isten oltalma legyen rajtunk, és imádkoztam azokért az embereket, akik a környéken laknak. Tudom, hogy a közben járó imának nagy ereje van. Nem tudtam az embereket erre hívni, hogy ezt csapatostól tegyük. De az nagyon jó, hogyha mások is megteszik, hogy imádkoznak a saját környékükért, azért a tömbért, azért a pár utcáért, azért a kis helyiségért vagy nagyvárosért, amiben élnek. Kihat. És hát milyen szép lenne, ha az egész világ lefedődne, úgymond így, nem? Az egész föld. A rózsafűzéről beszéltünk, lelki olvasmányok. Mit olvasott te szívesen? Hát őszintén szólva Kantalnessa atyát olvasom legszívesebben. Ő a pápai háznak a szónoka, nagyon sok könyvét lefordították, és egyszerűen olyan mélységekbe vezet be a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy én egy kicsit már tapasztaltam a Szentlélekből, de amit ő ír, az nekem mindig megújító, különösképpen ami a Szentlélek keresztséget illeti. Mert ugyan sokan meg vagyunk bérmálva, de a Szentlélekben való megkeresztelkedés, az élő, személyes kapcsolat, amire igazából mindenki vágyik, az azáltal történik meg, hogy én megnyitom a szívemet, és
a lélek pedig jön. Csak ez a megnyitás, ez valahogy nehezen történik. Kinyitni egy ajtót, egy kaput, néha könnyű, néha nehéz, be van ragadva. Hát a mi szívünk is be van ragadva. És a léleknek, ahogy kicsit tágítom, az élet így növekszik bennem. És hát itt ennél a pontnál muszáj arról is beszélnünk egy kicsit, hogy mennyire fontos az, hogy mit olvasunk, mire figyelünk, mi vesz körül, milyen gondolatok, milyen hangok, milyen zene, milyen... Tehát hogy érdemes odafigyelni, mert bizony nem mindig tudjuk kizárni a kívülről jövő hatásokat. Nagyon szeretem, hogy a szívünk az emlékeztet bennünket a jeruzsálemi templomra. A jeruzsálemi templomnak több csarnoka volt. Volt az első, a külső, ahol mindenki bemehetett. Hívők, hitetlenek, pogányok, a zsidók, mindenki. A népeknek ez a területe, ami a zsibvásár. Ilyen az én életem is. De van egy belsőbb rész, ahová már csak a kiválasztott néptagjai mehettek be. Aztán beljebb, külön férfiak, külön nők, és van beljebb, amiben már csak a papok mehettek be. És ott volt az áldozat. És volt még egy beljebb lévő rész, az a szentek szentje, ahová csak a főpap egy évben egyszer léphetett be. Tehát az én szívemnek a bensejébe is kérdés, hogy meddig engedem a világot, meddig engedem azokat az embereket, akikkel szövetségben vagyok, mélyebb kapcsolatban, és egész belül ott van Isten, ott lakik az én életemben. És nagyon fontos, hogy legyen tere az Istennek az életemben. Tehát, ha ő neki teret engedek, akkor az a rengeteg sok rossz hír, elképesztő fájdalom, ami kilátástalanság, félelem, az a félelem hangjának adok több teret, vagy Isten békéjének és az isteni dallamnak adok több teret. Az imádság abban segít, hogy átadom a félelmeimet, átadom a kétségeimet, bízok benned, Istenem. Zsolozsma, és itt, ha eljutottunk a zsolozsmához, akkor én úgy tudom, hogy kapok meg egy ajándékot tőled. Elhoztam a zsolozsmás könyvemet, amit igazából nem csak papok és szerzetesek imádkoznak, alapvetően a zsoltárokat, a 150 zsoltárt osztották fel, hát arra először egy hétre, két hétre, aztán négy hétre, most négy hétben olvassuk fel a zsoltárokat, és még más szentírási szakaszokat, mint ahogy a rózsafűzérben is a három rózsafűzér utal a 150 zsoltárra. Itt viszont azokat a nagyon-nagyon mély imákat mondhatjuk ki, énekelhetjük meg, amit már évszázadok, évezredek óta mondanak. Jézus ezt az imát mondta, Jézus a zsoltárokat mondta, sőt a zsidók tudták kívülről. Mind a 150-et. Mind a 150-et. Ha belegondolunk, mi hány éneket, nótát, dalt ismerünk. És verset is végső soron. Így van. Tehát gyerekkoruk óta őket még hallották, mindig mondták. És amit mondunk, az kihat ránk. Tehát ez hatással van ránk. A szöveg, a dallam, a gondolat. És mielőtt neki fognál, légy szíves, hogy van ennek egy szabálya, hogy mondjuk ezt a 150-et? Tehát a zsolozsmának a felépítése általában először is keresztvetéssel kezdődik, de ebben nem csak keresztet vetek, hanem Istenem, jöjj segítségembe, Uram, segíts meg engem. És én nem tudok imádkozni, jöjj, segíts, hogy tudjak imádkozni. Tehát megkérem Istent, hogy segítsen. Utána egy himnusz jön, vagyis felmeljük a szívünket Istenhez. Utána jön a három zsolt, hát két zsoltár és még egy úgynevezett kantikum, tehát egy másik szakasz, leginkább az Új Szövetségből, és a végén mindig dicsőséget mondunk. Ez azért fontos, de ez a lényeg, mert én dicsőítem az Istent. És mi, tehát szerzeteseknél ez előfordul, hogy ilyenkor meghajlunk, mert ki akarjuk még inkább a testünkkel is fejezni, dicsőítjük az Istent.
aztán jön egy kis olvasmány, válaszos ének, jön még egy olyan dal, ami vagy a Magnifikát, vagy a Benediktus, tehát vagy a Zakariásnak az imáját mondjuk el minden nap, azt reggel, és este pedig a Magnifikátot, Mária imáját, és végül könyörgésekkel zárul, vagy mi atyánkkal is egy zárókönyörgéssel a zsolozsban. Tehát van egy ilyen íve, járunk a felszínen, és aztán egy lezárása. Köszönöm. Nagyon szívesen. És a választott zsoltár nagyon aktuális most mindenkinek. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ezt mondja az Úrnak. Te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom. Megmentőd téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől. A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől. Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbat fedől. Nem érhet téged semmi bántódás. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését. Mert az Úr a te védelmező várad. A magasságbelit választottad oltalmadul. Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon. Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat. Ásp és kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz. Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom. És dicsőséget szerzek neki. Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hát ez nagyon szép. Szerintem maradjunk ezzel a zárszóval, mert hogy ezen érdemes egy kicsit még gondolkozni. Talán annyit, hogy merjenek a testvérek, akik hozzájutnak a zsolozsmához, akár interneten keresztül mondani, és odafigyelni arra a vezetésre, amit Isten aznap a liturgián keresztül vezet. Ez az egyház imája. Kapcsolódjunk bele. Köszönöm szépen, Angéla. Nagyon szívesen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Legyen szép estét.